edzeni mindig kell. Megint valami rendezvény van. Ott valami bója. Meg a túloldalon. GPS signal lost. Nem megy a lost is. Hajtsuk meg. Örülhetnek a megélhetési horgászaink, mert vége van itt a versenynek. Lehet horgászni. A baszodrága anyagokkal lehetettek. Ugye ők versenyzők voltak, elméletileg nem ették meg a halad, visszahaigálták. És hal is benn van, kaja is. Most kell jönni horgászni. Ki is vannak fárasztva a halak. Hát még sincsenek sokan. Túloldalon látok egy pár érkező futót, úgyhogy gondolom az én irányomba valami futó extra verseny mehet. Hajtsuk meg! Azért világbajnokságon illik ott hagyni a szemetet mindenképp. Érdekes, jött két futó szembe is, és mintha lett volna rajtuk időmérő csip. Ott előttem meg szintén velem egy irányba futnak, nem értem, milyen verseny lehet ez. Szuperszónikus futóverseny. Direkt nem mondok triatlon, mert ez tudja csak futás. Valami futás. Mondjuk ő rajta meg nincs chip, ha jól látom. Úgyhogy ő meg csak edz. Megint szembe egy futó. A franc se tudja, mi lehet ez. Az biztos, hogy nekem edzés. Mert azt ugye nem lehet kihagyni. Már volt valahol 150-es maximum. Ez finom. Ez a télies idő azért nem, mert a kezem az már majdnem megfagyott. 15 fok van. És az egy vastag téli merino, így afjúzokni is kevés a nyári SPD-be. Fázik a lába. Ja, ezt ki lehet bírni. Nem az a nagy lefagyós fájdalom. Ahhoz még egy 25-öt hűnie kell. Ja, mínusz 10-be szoktak nagy gondok lenni. Ha mondjuk SPD-vel már 2 fokba gondok vannak. Hajtsuk meg! De nagyon hamar véget ért a nyár. Ezt fogadjuk előznek, mert ez még jó, de egy hétig, ami volt, az a pár fok. Most van 15. Lesz vagy 17 a plafon. Majd napközben valamikor. Viszont ami volt, az a folytonos 11, az elég hideg volt, non-stop esővel. Hajtsuk meg! Nem sokára jön a kardió lejtő, ahol a pihenni kéne. Pihenős pulzus 147. Hát szoktam így odaérni a lehető aljával, azt tuti. Sőt, majdnem mindig. Hát jó, vannak ezek az extrém alacsony pulzusos körök, mi reggel hajnalban van is, álmosan, és a kör végére lesz pulzusa az embernek, mert addig egyet dobban a szívem. Hát még álmomba tekerem le, de amikor már azért fönt van az ember és pár dolgot elvégzett, akkor az edzésnek a pulzusa az, na ez már pihenős, azért 130 fölött kell, hogy legyen végig. Hát ideig el sem futnak ezek a futók,
nem nagyon látok bójázást, meg rendezőt. De valami nagyon ultra rövid táv, vagy franc tudja. Ultramaraton lehet ilyen 10 méter, vagy 100, nem tudom. Lehet, hogy az indulókapu volt a túloldali végén, ezen a végén meg a cél. Nem hiszem. Azért pár száz méternél csak többet futnak. De nem tudtam, hogy itt verseny van. Edzés az van, mert én jövök. Szépen bepihenünk. Ugye itt a 8-as táblánál már keményedik. És az az 1 perc, amíg fölérünk, az oda fog baszni. A 157-es maxot szerintem döntöm. Na, ez a jó, hajtsuk meg! Kerek 160-ra. Voltam föl csak a max pulzust. Hát télen, az amikor már ilyen 20 fok alatt van, az már hideg. Hát vezzük ősznek, de ez nagyon télies nekem. Ugye 40 fokból lett 15. Nagyon hideg. Itt 4 hete még sírtak, hogy jaj, nem bírják a meleget. 2 hete meg már sírtak, hogy mikor lesz hűtés. Szóval az emberek nagyon gyengék. Itt-ott, amott. Hát itt még komoly futót rajtszáma nem láttam. Ilyen téblábolók akadnak, de hát ez maximum csak veszélynek jó. Hajtsuk meg! Mennyi lehet az átlag? Az 139-es átlag. Jó az, hajtsuk meg. Most belehettem tépve. Pedig láttam ott lenne a parkolóba fogadó vagy induló kaput. De hogy akkor itt miért nincsenek emberek? Fura lenne. Hát, hajtsuk meg. És ott is van. Csak mintha nem lenne benne semmi. Ez még nem kezdődött el. De akkor is lennének emberek, nem? Ha mindegy. Vagy ezt nekem csinálták. Na, oda van írva egy cél, akkor megjöttem. Hajtsuk meg. Hát ennyi volt már az edzés, iratkozzatok fel, csumi!